62. fejezet Mannon Abraxossal gyakorlatilag bevágott a király kísérete elé, mit sem törődve az eleganciával. A lovak nyerítettek és ágaskodtak, a tizenhármak pedig a rét felett köröztek. Szány parancsnok, köszöntötte a király a harci lováról közönyös arcot vágva. Mellette a fia Dorian, mintha hátra hőkölt volna. Pontosan úgy, ahogy az a szőkelény moradban, amikor megtámadta őket. – Valamit elfelejtettél? – kérdezte az a király. – Vagy van valami oka, hogy úgy nézel ki, mint aki félúton jár Hellász alvilági birodalmába? Manon leszállt Abraxosról, majd elindult a király és a fia felé. A herceg a saját nyergét bámulta, nehogy találkozzon a tekintetük. – Lázadók vannak az erdőben – mondta Mannon. Kiszabadították a kis foglyodat a rabszállítóból, majd megpróbáltak megtámadni engem és a tizenhármaimat. Mindet lemészároltam, remélem nem bánod. Három emberedet megölték, és ott a rabszállítóban, bár úgy látszik, a hiányuk senkinek nem tűnt fel. És azért tetted meg ezt az utat, hogy ezt elmond nekem? A király csupán ennyit kérdezett. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogy amikor a lázadóiddal, az ellenségeiddel kell megküzdenem, akkor nem leszek hajlandó foglyokat ejteni. A tizenhármak nem arra valók, hogy a kedvedre szállítgassák őket. Közelebb lépett a herceg lovához. Dorian szólította meg. Parancs és kihívás volt egyben. Zafír szemek villantak, nyoma sem volt a túlvilági sötétségnek, csak egy csapdába esett férfinak. Mannon a király felé fordult. El kéne küldened a fiadat moradba. Neki való hely lenne. Mielőtt a király felelhetett volna, ő már visszaballagott Abraxoshoz. Úgy tervezte, hogy kitálal elénről a királynak, a lázadókról, akik magukat Edionnak, Róvennek és Kólnak nevezték. Viszont emberek voltak, ezért csak lassan tudtak haladni, sérültem végképp. Egy életre adósa maradt az ellenségének. Mannon felült Abraxos nyergébe. Lehet, hogy a nagyanyám egy főboszorkány, mondta a királynak, de én vagyok a hadsereg feje. A király elnevette magát. Azt hiszem, kedvellek téged, könyörtelen szárnyparancsnok. A fegyver, amit a nagyanyám készített... A tükrök. Biztos vagy benne, hogy árnyék tűzzel akarod használni? A király piros arcán a vonások figyelmeztetően megfeszültek. A másolat a kocsi belsejében a méretét tekintve csak töredéke volt annak, ami a falra szögezett terven szerepelt. A gigantikus, száz láb magas, szállítható harci tornyoknak belül körülrakva ősi szent tükrökkel, Tükrök, amelyeket valaha még építésre és javításra használtak. Most erősítőként működnének, hogy visszaverjenek és megtöbbszörözzenek bármilyen erőt, amit a király felszabadít. Olyan fegyvert akart, amivel bármit célba vehet, ha pedig ez az erő keltén árnék tüze lenne. Túl sokat kérdezel, mondta a király. Nem szeretem a meglepetéseket, csak ennyit felelt. Kivéve ezt, mert ez is az volt. A fegyver nem azért készül, hogy dicsőséget vagy győzelmet hozzon, vagy hogy a harc szépségét hirdesse, pusztításra készült, olyan mészárlásra, ami csak nagyon kevés harccal járna. Bármilyen ellenséges hadsereg, még Elin és a harcosai is védtelenek lennének vele szemben. A király arca lilulni kezdett a türelmetlenségtől, de mannom már szállt az ég felé. Abraxos erőteljesen csapkodott a szárnyaival. A boszorkány addig figyelte a herceget, amíg már csak fekete hajcsomó látszott belőle, és azon gondolkodott, milyen érzés lehet a teste fogságában élni. Elágy Lokhen az élelmiszer szállítmányt várta. Nem jött. Késett egy napot, aztán kettőt. Alig aludt, mert attól félt, hogy pont akkor fog megérkezni, amikor ő szunyókál. Amikor harmadnap kiszáradt szájjal felébredt, már automatikusan lesietett a konyhába segíteni. Addig dolgozott, amíg a lába már majdnem összecsuklott alatta. Éppen napnyugta előtt lónyerítés, kerékzörgés és kiabálás verődött vissza a tábor hosszú hídjának köveiről. Feltűnés nélkül kiosont a konyhából, mielőtt a szakács valami új feladatot osztott volna ki neki. A torkában dobogott a szíve, miközben olyan gyorsan sietett fel a lépcsőn, amennyire a lánca engedte. Lent kellett volna tartani a dolgait, keresnie kellett volna valami rejtek helyet. Irány felfelé Mannon tornyába. Hajnalonként megtöltötte a vizes kulacsát, és némi ételt is pakolt egy kis zacskóba. Feltépte Mannon szobájának az ajtóját, és odarohant a szalmazsákjához, ahol a tartaléka itt tartotta. Csak hogy nem volt egyedül. Vernon ült a Mannon ágya szélén, mintha csak a sajátja lenne. Hova, hova, elájt.